a következő nagy téma, amivel foglalkozni fogunk, az a becslések bizonytalanságához kapcsolódik. Ugye láttuk, hogy mi az, hogy mintavételi ingadozás, hiába van egy adott, rögzített állandó sokasság érték, a mintából becsült érték az ingadozik körülöttem, mondjuk egy konkrét béta kalap, az ingadozni fog néha kisebb, néha nagyobb. Érdekes kérdés, vagy talán az első érdekes kérdés, hogy igaz-e az, hogy bár ingadozik, de legalább átlagosan jó, Kicsit egyszerűbben megfogalmazva, a jó érték körül ingadozik, ezt bebizonyítottuk, hogy így van. Ugye ez volt a torzítatlanság. A következő nagy kérdés, kör vagy kérdés, család, ami fölmerül, az az, hogy mekkora ennek az ingadozásnak a mértéke. Oké, hogy néha lejjebb, néha meg feljebb, de mennyivel? amit elég természetesen mérhetünk azzal, hogy ennek a mintavétel elosztásnak mi a szórása, vagy szórás négyzete, inkább szórás négyzetet fogunk használni, a kicsit kényelmesebbek a, a tulajdonságai. De gyakorlati felhasználásban nagyon gyakran a szórás jön elő, a mintavétel elosztás szórásának egy külön neve is van, ugye ezt hívtuk úgy, hogy standard hiba, stat 2-ből is bármilyen becslésnél. Na most ezt meg akarjuk vizsgálni. Egy picit annyival bonyolultabb most a helyzetünk, hogy több ö, dolgot, egy, egy egész sor bétát becsünk egyszerre, ami azt jelenti, hogy érdekes kérdés lesz az összes kalapnak a mintavételi varianciája, vagy szórása, és még egy plusz kérdés is felmerül, érdekes le, érdekesek lesznek a kovarianciák is. Van-e olyan összefüggés, hogy ha az egyik becsült bétakalap kicsit nagyobb, akkor a másik kicsit alacsonyabb vagy pont fordítva. Amit össze lehet foglalni magyarul, a bétakalapok kovariancia mátrixában. És ez az, ami minket elsőnek érdekelni fog, hogy ezen, ezen bétakalapoknak mi a kovariancia mátrixa. Ha ezt le tudjuk vezetni, akkor mindent ki tudunk belőle olvasni. Minden egyes béta kalapnak külön-külön is látjuk, hogy mennyi a mintavételi ingadozása, meg még ráadásul a, a, a kovarianciák is láthatóak. Azt fogjuk csinálni, ami most itt egy Kicsit kevésbé lesz egyértelmű helyzet, mint, a, mint, amikor a várható értéket becsültünk, de itt is úgy kezdünk, hogy, hogy feltételesen dolgozunk, feltéve az egész adatmátrixunkat. Ugye a várható értéknél is nagyon röviden említettem, hogy kezdhetjük az, hogy amikor itt várható érték van, hogy ideírjuk ezt a feltételt, de az nem lesz egy nagy extra, mert attól egy darab ö, várható érték ráeresztésével meg tudunk szabadulni. Mert mondják, az egésznek vegyük még egyszer a várható értékét, és akkor megkaptam a feltétel nélküli várható értéket. Torony szabály. Itt egy picit zűrösebb lesz a helyzet, Úgyhogy ezt a problémát most egyelőre elhalasztom későbbre. Nem söpröm a szőnyeg alá, de majd a legvégén akarom megbeszélni. Most kommentár nélkül számítsuk ki ezt itt. Tehát mennyi a, a kovariancia a matrixa a, a bételak most egyelőre feltételesen, tehát feltételezve x-re. Jó, hát első lépés, fogjuk magunkat és beírjuk általában bármilyen kovariancia matrixnak a definícióját. Ja, akármilyen kovari, egy, egy, egy vektorértékű valváltozó, vagy egy valószínűségi változó vektor kovariancia mátrixa, az mindig felírható úgy, hogy veszem a kérdéses ö, vektort, ugye ez esetem, itt a bétakalap, és kivonom belőle a várható értékét. Ez, ugye ez egy oszlopvektor lesz, nem írtam ide transzponást, tehát ez egy oszlopvektor, és beszorzom saját magának a transponáltjával, ami tehát egy sorvektor lesz. Ugye ezt magyarul úgy kell elképzelnetek, hogy ide rakom oszlopba a B-takalap mínusz E-b takalapokat, ide rakom egy sorba, és akkor a kettejük szorzat az egy mátrix lesz. Ugye ezt szoktak ilyen diádnak vagy külső szorzatnak nevezni. És annak veszem a várható értékét. Mátrix várható értéke az az elemek várható értékéből képezett mátrix. Gondoljatok bele, mik lesznek a főátlóban? Az egyes B-takalap mínusz E-b takalapok négyzetre emelve, és annak a várható értéke? hát az pont a variancia, ugye a kovariancia már visz főátlójában a varianciák vannak, a főátlón kívül meg olyanok lesznek, hogy mondjuk beta k kalap mínusz e beta k kalap, szorozva beta l kalap mínusz e beta l kalappal, és annak a várható értéke, az meg nem más, mint a kovariancia. Tehát valóban ezzel összeraktuk a kovariancia mátrixot. Oké. Na most, itt el kell mondanom egy nagyon fontos dolgot, amit tulajdonképpen az elején is mondhattam volna. Az összes eddigi tárgyalástál, mi a várható értékvektor? Akár feltétesen, akár feltétel nélkül. Torzítatlan-e? Konzisztense? Mindenhol arra hivatkoztunk, hogy az első három ö, modellfeltevésünk teljesül, vagy azokra támaszkodunk. Linearitás, nincs exakt multikollinearitás, szigorú exogenitás. Ennél a témakörnél, és most először tovább lépünk, ugye ott volt az első 3 után az első vonalat húztam, most bemegyünk a vonal alá, és hozzárakjuk a négyest és az ötöst is a hatos még mindig nem, de a négyes és az ötös hozzárakjuk pluszban, az a mostani levezetésnél a felsorolt hármon kívül használjuk azt is, hogy homoszkedasztikusak a hibák, és használjuk azt, hogy autokorrelálatlanok a hibák. Ugye a négyes és az ötös, ami kettőt együtt úgy is mondtunk, hogy szferikálisak a hibák, tehát a hibák kovariancia mátrixa, az egy skalár mátrix. Főátlója van csupa szigma négyzet, főátlon kívül csupa nulla. Így néz ki a hibák kovariancia mátrixa, ezt ki fogjuk használni. No, akkor essünk neki. Mivel az első három feltétel teljesült, ezért ezt tudjuk, hogy micsoda. Mert az első három feltétel esetén torzítatlanok az ORS szolgáltatta becslések, úgyhogy a eb kalapok várható értéke feltételesen és feltétel nélkül is az egész egyszerűen a valódi BETA, úgyhogy ide beírom ezt. Minusz béta, szor béta kalap, mínusz béta transponált. Oké, tehát ez egyenlőség egyszerűen a torzítatlanság volt. Következő egyenlőség, amit felhasználunk, az, hogy a bétak kalap, tudjuk, hogy micsoda. Ezt ideírom, zárójelbe, bár ezt már használtuk többször, úgyhogy csak villám gyorsan. Ugye a bétak kalap, tudjuk, hogy x ö, transponált x inverz x transponált y. Első lépés. Második lépés itt a mi kis segédszámításunkban, az az, hogy az y helyébe beírom, hogy az y az egyenlő x szer β plusz epsilon, beírom és felbontom a zárójelet, ugye akkor lesz egy x transzponált, x inverz x transponált szor x, ugye akkor ez kinyírja egymást, mert x transzponált, x inverz szer x transponát x, marad egy beta, a második tagból pedig az marad, hogy x transponált x inverz x transponált szor, és ugye írjuk ide az epsilon epsilon. Na, jöjjünk ide vissza. Tehát beta kalap egyenlő, beta plusz x transponált x inverz x transzponált, Tehát ugye láttuk, hogy lényegében ez a mintavétel ingadozás. Ide, ide, mi van írva? Beta kalap minusz beta, nagyon jó, pont ezt kilövi, úgyhogy ezt kényelmesen fel tudjuk írni, mert amit kapni fogunk, az nem más lesz, mint ez az egy darab tag, x transponált, egyszerűen bebásom, de x transponált, x inverz, x transponált, ez volt akkor először, tehát most tartok itt, bocsánat, még az epsilon kell, most tartok itt, szór, ugye itt van egy szorzás, beszorzom ennek a transponáltjával, ugye egy dolgot ne felejtsünk el, ha transponálunk egy ilyen szorzatot, hogy fordul a sorrend, transponálok tagonként, de fordítva írom le, hátulról előre, úgyhogy epsilon helyett írok epsilon transponáltat, x transponált helyett írok x transponált transponáltat ami természetesen simán x, és végül le kell írnom ennek a transponátját, ez könnyű, mert ez egy szimmetrikus mátrix, ugye az x a szükségképp szimmetrikus kell legyen, szimmetrikus mátrix inverze az marad szimmetrikus, úgyhogy saját maga a transponátja x, transponát x inverz. Bocsánat, és már is elrontottam a leírást, gyorsan pótolom a hiányosságot, mindenhol szépen ideírom, hogy feltéve x-et ezt egész egyszerűen elhagytam, elnézést kérek. Az elején még jól írtam, csak aztán feledkeztem meg róla. Jó, eddig rendben vagyunk. Ez volt itt a megjegyzés. Menjünk tovább. Most ugye nem vetni jutott eszem, hogy elfelejtkeztem az X-ről. Következőnél egy kis valszámot használunk. De ez megint ez is volt többször ismert információ kihozatala. Ha feltételes várható értéket nézek, akkor az, amire feltételeztem, ha az megjelenik valahol ebben a kifejezésben, az kipakolható a várható értéken kívülre. Ugye erre mondtam, hogy ismert információ kihozatala. Egyedül arra kell figyelni, hogy ugye mivel ezek itt most mátrixok meg vektorok, ezért nem mindegy, hogy mit hová rakok. Ami először van szorzónként, az előre jön ki. X transponált, X inverse, X transponált, ez kijön előre. Leírom akkor ezt itt, ahol, ami megmaradt belül, ész epsilon szor epsilon transponált feltéve x-et, ezt pedig kiviszem hátulra. x szer x transponált. Jó sokat kell írni, de közben nem bonyolult, csak hosszú. x transponált, uh, x szer x transponált x inverzés, ezt kivittem hátulra. Ismert információ kihozatala. Ez volt ez az egyenlőséggel. Következő egyenlőséggel. Na most vetjük be a négyest és az ötöst mert hogy ami ide van írva, az nem más, mint a hibák kovariancia mátrixa. Ugye ne felejtsük el, hogy a hármas miatt a hibák várható értéke nulla, már pedig, ha ez egy nulla várható érték, ugye ugyen ugyanígy kell fölírni, mint itt, csak a kivont várható érték az nulla, mi az, ami megmarad, az adott változó szora saját transponátja, adott változó szora saját transponátja, ez itt egy kovariancia mátrix igazából, pontosan az egy feltételes kovariancia mátrix. Hát pont erről szólt a, a szferikalitás hogy ezt a kovariancia mátrixot mi megmondtuk pontosan, hogy micsoda, egy skalár mátrix, a sigma négyzet szer az egység mátrix. Be, bezárulja ez, hogy csak látszódjon. Ez volt ez, újra mondom, 4-es plusz 5 -ös. És leírom a maradékot, x szer x transponált x inverse. Jó, és most már majdnem vagyunk. ugyanis a sigma négyzet az egy skalár szózat, azt kírom előre. Van egy egységmátrixal beszorzás, egy mátrixzorzás közepén, ezt teljes lelki nyugalommal elhagyhatom. Úgyhogy mi marad? Marad egy olyan, hogy x transponált x inverz szer x transponált a, az előre kihozott dolgokból. Sigma négyzetet leírtam, egységmátrix nem kell leírnom, úgyhogy most írom, ami hátul megmaradt. x szer zárójel x transponált szor x inverz. És akkor nagyon megörülünk, mert ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy x transponált x inverz, szer x transponált x, ez gyönyörűen kiöli egymást is. Ha ezt meglátjuk, akkor innen kezdve már. Ugyanis annyi marad mindösszesen, hogy szigma négyzetszer x transponált x inverz. És végeztünk. Ez lesz a hibák feltételes kovariancia mátrixa. Na most, egy dolgot kell még megbeszélnünk. Ugye, a, ezt ide írom zárójelbe. A levezetés a várható értéknél is hasonló volt, csak ott ugye egyszerű volt a helyzetünk. Ugyanis. Az volt a levezetésünk, hogy bebizonyítottuk ezt itt. Szigorúan véve igazából ezt bizonyítottuk, tehát hibák feltételes várható, bocsánat, a béta feltételes várható érték a valódi béta, és utána azt mondtuk, hogy vegyük mindkét oldal várható értékét. Ugye a jobb oldalon ez egy fix, konstans dolog, aminek a várható értéke miatt saját maga. Ez itt egy feltételes várható érték várható értéke. Torony szabály azt mondja, hogy ez nem más, mint a feltétel nélküli várható érték. És akkor nagyon megörültünk, mert azt láttuk, hogy a, az eredetileg megkapott feltételes torzítatlanságból, most nevezük így szinte triviálisan kiadódott egy lépésben a feltétel nélküli torzítatlanság, tehát kettő szinte ugyanaz volt. Itt most egy picit zűrösebb a helyzet. Ugye itt most megkaptuk azt, hogy ez a bizonyos feltételes kovariancia mátrix, ez micsoda? A sigma négyzetszer x transponált x inverz, de most egy kicsit nehezebb a helyzetünk. Ugye az emberben ingerencia támad, hogy kövesse ugyanezt a logikát. És azt mondja, hogy hát vegyük mindkét oldal várható értékét, és akkor rendben is vagyunk, ennek lesz valami várható értéke, itt meg megkapjuk akkor a feltétel nélküli kovaria, kovariancia mátrixot. Az a baj, hogy ez nem igaz. Mert ugyebár a torony azt mondja, hogy a feltétel les várható érték, a várható érték a feltétel nélküli várható érték. De olyat semmi nem mond nekünk, olyat nem mond a torony szabály, hogy a feltétel les kovariancia, várható értéke, az a feltétel nélküli kovariancia. És még jó, hogy nem mond ilyet, ugyanis ez nem is igaz. E, hanem ezzel szemben a valódi állítás, ami, ami igaz, az úgy néz ki, ezt ez, ez leírom általában valváltozókkal, mert ez egy általános szabály, egy számítási törvény, ha azt veszük, az azt mondja, és ugyanúgy működik vektorokkal, mátrixokkal, ezzel most nem fogom bonyolítani az életet, bármint, hogy bizonyítsam, de igaz, azt mondja, hogy a feltétel nélküli ö, kovariancia mátrix, ugye ez egy vektor és a D a kovariancia mátrix, az úgy néz ki, hogy össze kell adnom csak ugyan azt, amit mondtam először, tehát a feltételes ö, kovarianciát, naka a várható értékét, csak az a probléma, hogy itt nem ér véget a történet, ugyanis ehhez hozzá kell adnom valamit. És itt eltér a két dolog, mert ehhez még hozzájön egy dolog, ami nem más lesz, mint a feltételes várható értéknek a varianciája, vagy hát általában a kovarianciája. Íme. Szóval az a probléma, hogy még a torony szabály, tehát a várható értékeknél a szabály az egyszerű. Feltételes várható érték, várható érték a feltétel nélküli. Itt zűrösebb, mert a feltételes várható érték az nem egyszerűen egyezik a feltétel nélkülvel, mert bejön még pluszban ez a tag. Úgyhogy itt egy picit bonyolultabb a helyzet, ha azt kérdezem tőletek, és akkor ide húzok egy vonalat, és akkor itt folytatjuk, ha azt kérdezem tőletek, hogy micsoda a feltétel nélküli ö, kovarianciája a bétak alapoknak. Csak hogy van egy pici szerencsénk a dologgal. Ezt a szabályt fogjuk alkalmazni, vagy ezt a, ezt a, a valószínűség számítási törvényt fogjuk alkalmazni, és meg fogjuk látni, hogy szerencsénk van. Na, esünk neki, első tag a várható értéke a feltételes kovariancének. Ugye arra feltételezek, amire szeretnék, nyilvánvalóan X adat matrixra fogok feltételezni, ezért mondtam, hogy ez ilyen matrixokkal is működik ezzel, nem kell megijedni. Plusz, követjük egyszerűen a sémát, plusz mit mond? D négyzet, E, és leírom ugyanazt, B takalap, feltéve, és az a fontos, hogy ugyanarra kell feltételeznünk, feltéve X-et. És ennek mi megörülünk. Ha nem is látszik elsőre, nagyon megörülünk. Ugyanis nézzetek ide. Ez, ami ide van írva, hogy E, B takar a feltéve X-et. E, B a feltéve X-et, az pont béta. Mert ugye bár torzítatlanság van. És akkor most már látjátok, hogy miért örültünk meg neki? Azért, mert a béta az egy fix, állandó, konstans dolog. Nem tudjuk, hogy mennyi az értéke, de attól még ez egy fix, konstans. Ami nagyon jó, mert egy fix, konstansnak a D négyzete, az természetszerűleg nulla. És végeztünk, vagy hát null matrix, ha már ugye kovariancia matrixról van szó. Úgyhogy ez a tag, ez itt most speciál olyan, mintha ott se lenne. De hangsúlyozom, hogy szerencsénk volt. Tehát ez nem egy általános szabály, sőt, az általános szabály az ez, és még véletlenül sem ez, csak itt most szerencsénk volt, mert ez a tag kiesik, és megmarad ez az első várható érték. De azért itt is van egy kis szívás, ugyanis ennek venni kell a várható értékét. Mielőtt valaki rávágná, hogy hát ez egy konstans, akkor saját maga várhat értéke, sajnos ez nem igaz. Az X, az marhára nem egy konstans. Ugye a mi közelítésünkben megbeszéltünk, hogy mozgunk végig és mindig, ez egy valószínűségi változó, álló mátrix, vagy egy mátrix értékű valváltozó. Ez nem konstans. Az hogy itt konstansként játszottak, mert ugye ez, ami megzavarhatja az embert, itt kihoztuk előre meg hátra, mint a konstans Ez csak és kizárólag azért volt, mert ide írtam ezt a feltételt. Tehát ez egy feltétel les a várható érték volt. Kizárólag ezért tehettem meg azt, hogy ezt kipakoltam, mint egy konstans lenne de itt nincsen feltétel. Ugye a D négyzetben van feltétel, de az E-ben nincsen, vigyázzatok. Az E az itt egy feltétel nélküli várható érték. Tehát nem mondhatom azt, hogy ennek a várható saját maga, mert ez egy konstans, ez nem egy konstans. A szigma négyzet az konstans. Tehát a szigma négyzetet az kirakhatom előre, de ide hátúra csak annyit tudok mondani, hogy E x transponált x inverz, ami valami. Ez a várható érték, de ennél jobban ezt nem lehet egyszerűsíteni. Pont. Ez lesz a feltétel nélküli, feltétel nélküli kovariancia matrix a, a bétak alapoknak. Persze, annyira nem lesz vészesen nehéz helyzetünk, mert ha majd ezt mintából kell becsülni, hogy micsoda, ugye ne felejtsétek, egészen ideig szót nem mondtunk arról, és hogy tudjuk kiszámolni ténylegesen, mintából, tehát megbecsülni, csak levezettük, hogy elméletileg mi az értéke. Az majd egy külön sztori lesz, hogy ezt nekünk meg kell valahogy a mintából becsülnünk. Ezt megbecsülni mintából nem lesz olyan vészesen nehéz. Ez a szerencsénk, de ettől még a formális válasz az az, hogy ez a feltétel les kovariancia mátrix és ez a feltétel nélküli kovariancia mátrixa az OLS szolgáltatta becsléseknek.